Június 24-én volt idén a Múzeumok Éjszakája, melyhez városunk több intézménye is csatlakozott. Az érdeklődőket a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban, valamint az Úttörténeti Múzeumban is színes kulturális programokkal várták. Azok, akik úgy döntöttek, hogy az év legrövidebb éjszakáját az utóbbiban töltik, megtekintették a Szilveszter Társulat előadását is. Kaposi Gabi keresett meg közvetlenül, hogy hát Múzeumok Éjszakáján kellene valamit játszanunk. Mit szólnánk a Szent Iván éjálomhoz? Hát az kicsit úgy hirtelen megállt az ütőben, nem, hát azért Shakespeare előrukkolni így hirtelen. Az az igazság, hogy ugye nagyon kevés idő volt a felkészülésre vagy a próbákra. Ezért, meg hát azért azt is tudtuk, hogy valahova be kell illeszkednie ennek a darabnak. Nem lehet túlzottan hosszú. Egy könnyed nyári darabnak kellene, hogy legyen, ami úgy szabadtéren így jól eladható. Én egyébként nem vagyok híve annyira a szabadtéri daraboknak. Szöveges daraboknak, egy zenés táncosnak, na persze, nyilván. És hát akkor elindult a keresgélés, hogy jó, akkor mi legyen, ami rövid is, frappáns is, idevaló is, alkalomhoz is illik. Szóval így összegészében, mire nagy keservesen ráakadtam erre az egyébként Hámori István kortárs szerző által írott darabra. Ő rengeteg komédiát, bohózatot ír. Hát ez inkább egy ilyen keserédes komédia volt, mert annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon vidám, és tele volt rengeteg nevetésre késztető jelenettel, párbeszéddel, azért volt egy nagyon mély tartalmú üzenete is. Így esett a választás Hámori István Péter legfőbb támaszunk a Söntéspult című darabjára. Sokkal gyakorlatiasabb és sokkal egyszerűbb ennek a kiválasztása, mint mindig, amikor darabot kell választani, és ez akár szilveszterkor is lehet így, mert hogy a lényeg az, hogy kik vannak, akik kapacitálhatók, főképpen így nyárban, akiket lehet mozgatni, hogy jöjjenek próbára. Ne legyen sok szereplős, mert most ugye nem vagyunk úgy sokan, meg hát ugye rövidet is kellett választani, amit már elmondtam, meg alkalomhoz illőt is. Tehát most majdnem úgy voltam vele, hogy szinte már mindegy, csak megfeleljen ezeknek a kritériumoknak. És ez úgy pont egy optimális kis darab volt, létszámban is, karakterekben is, úgy megvoltak hozzá az emberek a fejemben, hogy igen, ez úgy rendben van, megvan. Meg hát azt gondolom, hogy ide most pont a Múzeumok Éjszakáján, az Úttörténeti Múzeum, a Fröccs mellett, mert ugye ennek a címe az volt, hogy eredetileg, hogy a legfőbb támaszunk a Söntéspult. Az Avagy a Fröccs, azt már mi tettük hozzá, a plakáton is így van, Avagy a Fröccs, mert hogy így egy picikét, hát nyilván próbálunk a hely szelleméhez is igazodni, meg a Múzeumok Éjszakája az, hogy ez tényleg itt van a Fröccs bűvkörében az egész program. A színpadon 8 ismert ember játszotta a történetet. Répási Imre volt a Kocsmáros, Sinkó Natália az örömlány, az elhagyott feleség szerepét Hunyadi Edit kapta, a munkanélküli Suba Sándor volt, a hajléktalant Szeg János és a két italozó szemét Bácsi Csaba és György Ernő alakította. Subka Éva, a darab rendezője pedig az álmodozó takarítónő bőrébe bújt. Nagyon érdekes, mert még ma délután is, amikor a szöveget memorizáltam, azon vettem magam észre, és ezt most semmi patetikusság nincs, vagy nem is szeretném, hogyha az lenne, de elérzékenyültem, amikor ezt az üzenetet kellett továbbítani. És azt mondom, hogy igen, nagyon azonosultam vele, mert rendkívüli módon egyetértek és igazat adok annak az üzenetnek, hogy mennyire fontos figyelnünk másokra, mások álmaira, és hogyha van lehetőségünk segíteni mások álmainak a megvalósulását a hétköznapokban, a mindennapokban, akkor azt gondolom, hogy annak nem szabad gátat szabnunk, és akkor nekünk azt segítenünk kell. És én úgy érzem, hogy ez abszolút rendben volt ez a szerep, tehát abszolút nem okozott nekem új nehézséget. A történet arról szól, hogy egy ittas vezetés után a pályát elhagyó pedagógus a kocsmában folytatja karrierjét. Takarítónője pedig színésznő akar lenni, ezért gyakorolnak különböző színházi szövegeket. Ez egy kocsmába zajlik, ahol a vécés néni olyan ábrándokat kerget, hogy ő valamikor a világot jelentő deszkákon szerepel majd, és hát ő ezért mindent meg is tesz.
a fantáziájába ő már eljátszott egy csomó szerepet, kitalálja azt, hogy hol játszott, milyen szerepeket, és hát azzal is indul a darab, hogy a Kocsmárossal, aki egyébként nagyon jó partner ebben a Vécés néninek, meg egyébként nagyon jó kapcsolatban is vannak, jó baráti kapcsolatban, munkatársi kapcsolatban, ő segít is neki, tehát ő tanulja a szöveget vele, és segíti ezt a párbeszédet. Dimácska, mondja meg nekem őszintén, minek kell nekem számomra tök ismeretlen, és bugyut a szöveget, beraknom a memóriámba. Jaj, Feri úr, hát nem jöhetek ki a gyakorlatból. Képzelje csak el, hogyha egyszer eljön egy színházigazgató, és betér ide, és fölismeri mérhetetlen tehetségemet, maga akkor csak kiugrik a söntéspult mögül, és belekiabálja a szeszszagos levegőben, hogy új év, új remények, új üzletpolitika, mire én azt mondom... Hát tudom, mit mond Ilmácska. De mondja meg nekem őszintén, mennyi a matematikai esélye, hogy pont ide fog bekopogni egy színházi rendező? Hát az a baj, Feri úr, hogy tényleg magának aztán semmi önbizalma nincs. Lehet, hogy már is híre ment annak, hogy itt senybedek, sínylődök ebben a bűvmocskos szecköpöldében, és erre jön a délszeg várkapitány hintaján, hogy megmentsen. Fehér lovon, nem? Istenem, emlékszem, egyszer Eugén Dvorszky darabjában, ja Istenem, a Földi Gömbölt bástyában Anasztáziát alakította, milyen elsöprő sikerrel. Na, hát abban például a várkapitány az a Kovács Béla volt, aki gyakran feltűnik a tévében a retro csatornán. Hát Feri úr, hogy az miket mond róla, hát képzelje, léptem nyomon, azt híreztem. De ne is kérdezze, fájok, hogy az életemben. Hát én másról nem is fogom kérdezni, azonban kérnék valamit. Digitál ajtót, mert már idő van, hagyj jöjjenek, ami befelé, ami ellátóink, szállítóink. Jaj, persze, Feri úr, hát hogyne. Hát gyakorlatilag a Vécés néni vár arra az alkalomra, amikor a kocsmába betöppan egy színi rendező, és hát fölfedezi az ő mérhetetlen tehetségét. Na már most ugye ezt a kocsmába járó emberek, akik az egyik egy munkanélküli, a másik pedig egy hajléktalan, pontosan tudják, hogy hát Ilmácskának mi az álma, és összeszövetkeznek a Kocsmárossal, hogy beöltözik az egyikük színházigazgatónak, és hát gyakorlatilag Ilmácskának örömet szereznek, és hát felajánlják neki a világot jelentő deszkákat. A darabban több történet is keveredik, félreértésekkel tűzdelve. Az előadás közel egy órás kikapcsolódást nyújtott az érdeklődőknek. Az egyik szereplőnek, ugye a munkanélkülének megérkezik a felesége, aki nagyon-nagyon bánatos azért, hogy elhagyta a férje, de gyakorlatilag ő üldözte el. A férj ugye nem akarja megismerni, nem tudnak itt egymásról, hogy a kocsmában mind a ketten itt vannak. Hát ebből egy nagyon-nagyon muris helyzet alakul ki. És hát a csattanó végül is az, hogy kiderül, hogy ez az egész csak egy nagy hazugság az ő részükről, mert hogy amiről Ilmácska álmodozott, és a Vécés néni álmodozott, az nem is volt valóság, mert ugye a Drávaházáról szól, a Drávaházi színtársulatról, hogy ő valaha ott játszott, és milyen sikereket ért el, de hát nincs Drávaházi színház, mert hogy Drávaháza sincs. És hát itt azért jön egy nagyon mély tartalmú üzenet a Vécés néninek, hogy mennyire nem szép dolog azt becsapni, aki álmodozik, és inkább segíteni kellene ebben. És én azt gondolom egyébként, hogy ez korunk, most a 21. század nagyon-nagyon életszerű és mindennapi üzenetévé is kovácsolható. A mély és elgondolkodtató, ám bár szórakoztató és humoros darabhoz egy káprázatos színpadi kép is társult. Ugye adott maga a hely szelleme, és hát ez az úttörténeti múzeumnak köszönhető, hogy azért van fölöttünk egy nagyon klassz sátor, illetve egy zsírúj színpad, amit lehet, hogy szerintem mi használunk először, és hát nyilván ez az úttörténeti múzeumé. A kellékek azok már a saját kellékeink. Nyilván az évek, sőt évtizedek azt gondolom meghozzák a gyümölcsét, és most már egész komoly raktárunk van a kellékeket, illetve a díszleteket illetően. Mert hát azért mindig készülnek
értek is hozzá, és ebben is rendkívül nagyon helytálló a csapat, mert hát azért nyilván az, hogy mondjuk a Subasanyi a házi szerelőnk és szervizesünk és mindenesünk, hogy a Hunyadi Tibor ugye az is mint pártoló tag, és nyilván Editnek a férje, hogy ő rá is lehet, de hát egyébként, ha most nevesíteni szeretném, nyilván mindenki teszi a maga dolgát, és hozza a maga lehetőségeit, kellékeit, és megy utána, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű csapatmunka. Úgyhogy nem volt annyira nagy, idézve mondom, kunst összerakni a díszletet, mert részben adott volt, másrészt meg hát amikor feladat van, akkor nyilván helyre adaptáljuk, és darabra a díszletet is. Azért, hogy a kocsmai jelenetek valóban autentikusak legyenek, a darab szereplői száraz fehér fröccsöt fogyasztottak az előadás során. Annyira ösztönös volt, esküszöm, hogy nem is gondolkodtam rajta. Délelőtt elrongyoltam gyorsan a vasborászatba, és száraz cserszegi fűszerest kértem. Tehát eszembe se jutott, hogy most almalevet kérjek vagy. Mert alapvetően ugye senki nem húzóra iszik, tehát a szerep szerint. Az, hogy most itt bele-bele nyalogatnak, hát akkor legalább már legyen valami élvezeti értéke is. Úgy Isten igazából igazán törekszünk a hűségre a gyakorlatban is. Azok, akik lemaradtak volna az előadásról, ne csüggedjenek, hiszen a társulat szeretné a jövőben újra színpadra vinni a darabot. Beszélgettünk róla, amikor a próbák zajlottak most így az elmúlt hetekben, hogy mi legyen ennek a darabnak a sorsa. Mert ugye ez azért egy rövid darab, ahhozokhoz képest, amiket tőlünk megszokott a közönség, és ugye hát teljesen más is. Azt se tagadom, hogy a társulat nem volt tőle teljesen oda, amikor megismerték ennek a darabnak a tartalmát, mert hát ugye tényleg mi egy komoly, kosztümös, klasszikus, nagy előadáshoz szokott társulat vagyunk. Én viszont azért kicsit sajnálnám, hogyha ezzel még úgy nem dolgoznánk. Úgyhogy én még azért lehet, hogy meggyőzöm őket róla, hogy valamikor úgy szeptember tájékán, a születinapok tájékán adjuk elő újra. Ez azonban egyelőre még csupán egy vágyálom. Azonban ami már biztos, az az, hogy a Szilveszter Társulat az idei évben is folytatja hagyományát Szilveszter éjjelén, és egy újabb darabban lépnek majd a közönség elé.